régi kedvenc vendégünk itt a stúdióban megfekszik. Ketten vannak. Ülés fekszik. Marga Károly, gyerekorvos, jó reggelt kívánom. Jó reggelt. És a kutyusa Rex. Hát országvilág ismer benneteket most már hosszú-hosszú évek óta. Ugye Rexel együtt gyógyítasz, szó szerint mondhatjuk azt. De most a beszélgetésünknek az az apropója, törvényi kötelezettségünknek nem elegettéve, nem teszik lehetővé, megmutassuk a könyvet, de hogy egy mesekönyv jelent meg rólatok, Dr. Rex naplója címmel. Csak tényleg az utolsó mondat, mert szerintem ez mindent elárul. Minden gyermek illatát megőrzi az orrom és a szívem, amíg csak élek. És ezt nem a Varga doktor mondja. Ezt nem a Varga doki mondta, hanem a Rex. Igen, hát sokszor úgy érzem, hogy én vagyok az asszisztense, és ő a doktor. Mert valaki egyszer fordítva úgy hívta, hogy az ország legszőrösebb asszisztense. De azzal is kezdődik a könyv, hogy ugye csodálkoztok, hogy egy kutya naplót ír. Hát már azon se csodálkoznék, hogyha itt elkezdene beszélgetni egy kicsit velünk, és ő lenne a beszélgető partner. Hát tulajdonképpen... Ennyire ismered minden gondolatát? Ő ismeri az enyémet szerintem, de néha még ő is tud meglepetést szerezni, de tényleg beszél, fantasztikus egy kutyával együtt élni. Ilyen intenzíven, ez fantasztikus, hogy minden percet együtt töltünk, most már 5. éve elmúlt, így egész különleges. Hány gyerek fordult meg a rendelődben? Hú... Hát ugye 1100 fős a praxisom, és most már hát 4.-5. éve együtt vagyunk, tehát el lehet képzelni, hogy hát nem is tudom, tehát sok száz az biztos, hát mindenképpen, sőt, mivel ügyeletet is látunk el, és ma délután rendelünk, és este ügyelünk is, és az ügyeleten megfordulnak még sokkal többen persze, ők, akik ráadásul nem is ismerik a történetet feltétlenül, ez egy érdekes történet, hogy hányan látták már. Ugye egyik fontos célod a gyerekek és a kutyák kapcsolatának az erősítése. Igen. Mit ad ez beteg gyereknek? Hát a gyerekek fantasztikusan rá tudnak hangolódni a kutyákra. Hát ugye én nem rögtön azonnal gyógyítok, hanem inkább a diagnosztikát segíti. Tehát ugye az, hogy egyáltalán a legfontosabb nem is csak a beteg gyerekek vagy a gyerekek és kutyák kapcsolata, hanem hogy a gyerek ne féljen az orvostól, ne féljen a rendelőbe, minél kevesebb stresszel élje meg ezt az egészet, mert mindig egy stressz. Én ugye régebben is arra törekedtem, hogy jól érezzék magukat a rendelőben, nem hordok köpenyt, nem is kell, illetve hivatalosan kell, de hivatalosan kutya se lehet a rendelőben, csak segítő kutya. De hát az a lényeg, hogy olyan oldott környezetet szeretnék biztosítani számukra, amit látszik is, hogy úgy érezzék meg, hogy hát jöttem valahova, ahol egy kedves ember fogad, hát ha még kutya is van, fantasztikus, és volt már olyan akkor is, hogy kopogtak, hogy szeretnék bejönni a rendelőbe. Tehát igazából a stresszmentességet, vagy a nagyon jó hangulatot szeretném, hogy ez amely kihat a későbbi életre is, mert a felnőtt emberek akkor nem óckodva és borzasztó szorongással mennek, vagy éppen nem mennek el rendelőbe. Tehát ez a célunk, mivel most már egyesületünk van, Dr. Rex Kutyás Egyesület néven a cél, távolabbi is, tehát az, hogy a gyerek-kutya kapcsolat, a szabadba minél többet töltés, tehát az, hogy az immunerősítés ilyen formáját válasszuk, és ne gyógyszerrel próbáljunk kezelni, amúgy is nagyon kevés gyógyszer. De jó, hogy ezt mondod. Doktor úr, légy szíves, mondd el azért nekünk, hát beszéljünk egy kicsit a mesekönyvről, ami Rexről szól. Kuti Péter írta, ugye a történetet te szolgáltattad, Kopi Janka és Kopi Csilla rajzolták az illusztrációt. Igen, ebben a legnagyobb dolog az, hogy ez a két kislány gyermek, 14 és 16 éves, ugyan már kamaszok, de ők a Rex iránti rajongásukból hát felkérésre ugyan, de aztán örömmel csinálták, teljesen, illetve nem mondhatom, hogy amatőrök, hiszen készülnek ők valamilyen pályára, de nagyon szépen rajzolnak, és nem akármilyennek ezek a rajzok, csodálatosak, de a legnagyobb dolog az, hogy gyerekek. De az egész életünk arról szól, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, hogy a gyerekekkel legyünk kapcsolatban, és gyerekek rajzolták. Péter barátom mutassuk pedig... meg a rajzokat. Rajzokat nyugodtan, mutatni. Igen, lehet mutatni. Péter barátom pedig 3 évvel ezelőtt találkozott életemben először velem és a történettel, és akkor mondta, hogy ez a történet könyvet ér. Ez persze hosszú idő volt, amíg megérett, hiszen én elkezdtem ezt a könyvet, ugye elég komoly nézettsége van Rexnek, mondta Robi, hogy ismeri az ország. Igen, mert amikor az egész történet elindult, akkor egy kamasz barátom mondta, hogy csináljunk neki Facebook oldalt. Tehát azóta közel 30 000 követője van Dr. Rexnek, és nagyon, a legjobb az, hogy nagyon aktívak.
szeretik. Tehát kicsit az jut eszembe, mint a Szabó család volt annak idején, akik idősebbek, azok tudják, hogy ugye belekapcsolódnak az életébe. Jaj, drága Rex, de jó, hogy utazol. Tehát mi sosem a luxust mondjuk, hogy elutazunk ide-oda, nagyon sokat repül, nem véletlenül, mert a segítőkutyáknak az is járt, tehát a segítőkutyáknak ő már a nagykövete lett. Tehát az egész történet úgy indult, hogy rákattant tulajdonképpen Péter, és hát idők alatt megérett, és ráadásul a Dr. Rex Kutyás Egyesület adta ki a könyvet is, tehát igazából olyan családias lett az egész. Mennyi idős Rex? Körülbelül 6 éves, ez azért mondom, hogy körülbelül ez fontos dolog, hiszen ő is menhelyi kutya, illetve kicsit bonyolultabban valahol elkóborolt, és ilyen kicsit csöpögős hollywoodi történet, majd egyszer az Oscar-díját adóra szeretném hívni a stábot, mert hogy egymásra találtunk, és majdnem elveszett, és akkoriban én nagyon rossz állapotban voltam, javasolták, hogy jót tenne egy kutya. És akkor kerestünk, és akkor találtuk őt, aki valahol kóborolt, de nem tudták befogadni, kértük, hogy menjen egy menhelyre, és innen már igaz a történet. Nem egy szitakötőt kergetett a kis kutyus, és nem találta vissza az utat, mert nem tudjuk az eredetét. Sőt, ebben azért volt jó a kérdés, nem tudom pontos korát sem, csak satszolni lehet, körülbelül 6 éves. Hát, de melletted van, vagy egymás mellett van a helyetek, ez biztos, hogy a sors így rendelte. Köszönjük szépen. Mi köszönjük, örülök, hogy most már van könyve is Rexnek. Köszönjük.